Tavaly a koronavírus és a sertéspestis miatt rendkívül lecsökkent az élősertés felvásárlási ára. Egy évvel ezelőtt ilyenkor még 637 forint volt egy kiló, míg idén csupán 431 forint. Ehhez társul, hogy a takarmánygabonák árai viszont drasztikusan emelkedtek. A búza 2020. februárjában 52.600 forint volt tonnánként, ez 2021. februárjára 69.000 forintra emelkedett. A kukorica árak pedig ugyanebben az időszakban 46.000 forintról 69.000 forintra nőtt tonnánként. A gabona iránti világpiaci kereslet az oka ennek a drágulásnak. A déli féltekén kevesebb gabona termet. Dél-Amerikában sztrájkok nehezítik a szállítmányozást, Kína pedig hatalmas méretű gabona felvásárlásba kezdett, legfőképpen Ukrajnából. Ezáltal az európai gabonakészletek lecsökkentek és keresleti piac alakult ki. Mindenek jelentős árfelhajtó hatása van a húsipar tekintetében, hiszen a takarmány az állattartási költségek kétharmadát jelenti. Magyarországon a húsárakra rendkívül sok tényező az, ami hatással van. Ugye a multinacionális cégeknek a beszerzései, a sertéspestis és a koronavírus is ilyen. De most ebben az esetben, ami a jelenlegi piaci helyzetre hat, az tulajdonképpen rendkívüli módon lecsökkent a vágósertésnek a felvásárlási ára. Itt ezen a diagramon látszik is, hogy a tavalyi év folyamán milyen drasztikus csökkenés állt be a vágósertés termelői árában. A koronavírus hatására a vendéglátóegységek, a hotelek bezártak, és a közétkeztetést igénybevevők száma is jelentősen visszaesett. A kisebb kereslet miatt fokozatosan csökkentek az árak. A takarmányoknak az ára viszont rendkívüli módon emelkedett. Itt ezen a felső grafikonon látszik, a narancssárga mutatja az élő állatok és termékeknek az árát, a kék pedig a növénytermesztési és a kertészeti termékeknek az árát, tehát ez rendkívüli módon kinyílott ez az olló, és nagyon nehéz helyzetbe hozta az állattenyésztési ágazatot ilyen szempontból. Mivel a tenyésztők önköltsége a dráguló takarmányok miatt egyre csak emelkedik, nem tarthatóak az eddigi nyomott felvásárlási árak. Az állattartók túlélésének érdekében nem elkerülhető a termelői árak emelkedése, mondja a Tolna megyei Agrárkamara elnöke. Az áremelkedés pedig meg fog jelenni várhatóan a kiskereskedelmi árakban is, prognosztizálja ennek a dombovári boltnak a vezetője. A külföldi importáru határzárok és a benzináremelkedés miatt valószínűleg fölmegy. A vásárló erő az elmúlt időszakban egy kicsit csappant, valószínűleg ez a sajnos a koronavírus járvány miatt. Azt veszük észre, hogy az embereket inkább beterelik a multikba, a multik pedig ezt kihasználják a nyomott áron való árusítás miatt. Magyar gazdaság, aki tehát ide termelődik, az egy kicsit szenved ez miatt, a külföldi silány import áru miatt, de úgy látom, hogy azért a nagy réteg, ők a magyar terméket szeretnék, erre vevők is, egy picit mindig is drágább volt a magyar termék, de minőségbe azért ez egy pár fokkal jobb, mint a külföldi. Miközben tavaly a sertés felvásárlási ára folyamatosan csökkent, a sertés hús és a készítmények ára az üzletekben nem követte ezt a csökkenést, sőt, volt, amikor még emelkedett is. Az előzetes kalkuláció szerint az várható, hogy az árak valószínűleg a tavalyi év első negyedévének árszínvonalára kapaszkodnak hamarosan vissza. Ez azt jelenti, hogy például itt a rövidkarai esetében a tavalyi év első negyedévében ez az 1800 forint, a sertéscomb esetében pedig az 1600 forint körüli kilogrammonkénti árra fog visszakapaszkodnia az árnak a mértéke. Tolna megyében a jelenlegi helyzet sok ágazati szereplőt érint. 160 nagy létszámú állattartó telepet, 1880 kis létszámú telepet és 23 vágóhidat és húsfeldolgozó üzemeltető vállalkozást tart nyilván a megyei Agrárkamara.